Fogtam a kis fejét, akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakban találta meg a saját anyja még pénteken. A nőt sokkolta a borzalmas látvány. Ebben laknak, de hátul van egy kis szoba. A meggyilkolt kislány családjának házát mutatta az egyik szomszédjuk. A férfi ismerte a támadót és az áldozatot is, ugyanúgy, mint mindenki az utcában, unokatestvérek voltak. Azt mondja, voltak problémái a fiatal embernek. Ez az ember sajnos olyan volt, ilyen pszichopata. Ez volt is börtönben, amit 2 évet leült, tudja, drog véget, teljesen megbolondult. Az ügy miatt vasárnap tartott sajtótájékoztatót a rendőrség. Kiderült, hogy a gyanúsított férfi még a 20. életévét sem töltötte be, és csak részben ismerte be a gyilkosságot. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe vételére került sor. A hatóság és a helyiek viszont biztosak abban, hogy ő volt a tettes. Úgy tudjuk, a támadó hozzátartozóit életveszélyesen meg is fenyegették az utcabeliek, ezért a rendőrség vezetője különleges intézkedéseket rendelt el. Az eset kapcsán tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára a szexádi rendőrkapitányság vezetője a bűncselekmény elkövetésének tágabb környezetében elrendelte a 24 órás rendőri jelenlétet a közrend fenntartása érdekében. Azt nem tudni, hogy a 19 éves támadó megerőszakolta-e a 6 éves lányt, a rendőrök ugyanis nem árulták el. Sokan abból következtettek erre, hogy a kislányt félig levetkőztetve találták meg. A férfi tettéért akár 20 év börtönt is kaphat.